kérdésre, bor és az kinek a szőlőjéből van? Ha a hágai magyar nagykövet helyettese ellátogat egy Harlem melletti kis település, mondjuk úgy művelődési házába, az nagy szó. Ha ezt épp akkor teszi, mikor ott magyar művészek készülődnek az előadásra, az dicséretes. Ha pedig mindez csak apropó arra, hogy átadja a Magyar Köztársaság ezüst érdemkereszt kitüntetését Edwin van Schie-nek, na az már valami. De vajon ki lehet Edwin van Schie? Bár Hollandiában nem számít ritkaságnak, ha valaki több nyelvet is beszél, a bevándorlók is saját nyelvükön szólnak egymáshoz, mégis e bábeli zűrzavarban a magyar szóval ritkán találkozik az ember. Arra pedig, hogy épp egy született holland szólal meg magyarul, igazán nem számít senki. Edwin, legalábbis ismerősei szerint, amolyan szent őrült, aki még diákként vetődött Budapestre, ahol annyira beleszeretett a magyar nyelvbe, hogy megtanulta, később nyelviskolát nyitott, magyar nyelvkönyveket írt, és kétnyelvű magazint is alapított. Ez egy hosszú sztori, de rövid válasz. 78-ban Angliában találkoztam egy magyar fiúval, Ax Károly. Most 51 éves lesz, ki őszült már lelkes tanár, és ő akkor már mondjuk tanított engem a magyar kultúrára, illetve a közép-európai történelemre, és annak a következménye volt, hogy a rá következő évben elkerültem Magyarországra, és velük együtt Erdélybe. És így kerültem én a magyar történelembe. Kári, ki kész felesége? Ellen. Na, végül a Ellenem van. Ja, már egy kicsit nevetél, ugye? Ellenem van, vagy nem? Igen. Na, de téged adó miért? Na, a stéjre. Si stéjre mely? Ja. Ellenem van. Ellen is stéjre mely. Ellenem van. Nem Ellenem van, hanem Ellenem van. Ja. Ha az ellenem nem ellenem van, akkor ellen. Általában szeretem a nyelveket, én nagyon tetszett a magyar nyelv, amikor elkerült a Magyarországra, akkor nagyon vonzó volt a nyelv ritmusa, az a staccato ritmusa, semmit sem értettem meg, mindig lefelé megy a beszéd, a mondatoknak a hangja. Tehát ez egy majdnem mágikus élményem volt, amikor ott voltam, egy szót sem értettem meg, csak néha holland. És akkor tudtam, hogy rólam beszélnek. És akkor ültem egy teraszon, azzal a kis ilyen diák csoporttal voltunk Erdélyben, és mondott egy magyar lány, hogy szép kiejtésem van, amikor 1-től 10-ig tanultam számolni, és a lányok általában serkentik a fiúkat, a férfiakat. Úgyhogy gondoltam, hogy a jövő évben visszamegyek, nem ártana, ha egy kicsit tudok magyarul. Mert az első alkalomban, amikor először beutaztam az országba, valamilyen útközben valami történt, és nem értettem, hogy most mit csináljak, és senki sem beszélt angolul, a franciául, németül. Csak annyit tudok mondani, hogy gyere. Én megmondtam, barát Budapest. Mert én egy szót tanultam otthon már előre, hogy barát. Tehát barát Budapest. Azt mondtam, hogy jó, ez jó út, gyere. De én csak azt értem, hogy gyere. Tehát az, hogy nyelv, hogy a nyelv érdekes, az egyik szem, a másik az, hogy a magyar nagyon vendégszeretők. Tehát nem utasítják a külföldieket. Ha én magyarul akarok tanulni, akkor ők segítenek inkább. És nem utasítják vissza, mint a franciák például. Egy magyar barátnőd van. Igen, és ki jöjjön? Magyar
konyhatűnyűben. Aha, hűha! És mit szokott főzni? Kegyed volt konyhatűnyűben. Konyha, kenem. Egy tündér, egy jó tündér illója. Ja, fej. Ez a kőkök fej. És mit szokott főzni a tündér, a konyha tündérként? Hú. Ja. Burkás krumpli. Paprikás krumpli. Aha. Tetszik, finom? Igen. És? Túra gombóc. Gombóc. No. Pizza. Pizza? Pizza. Az mi? Finom. Pizza. Az mi pizza? Az nem magyar. 79-ben elkerültem Magyarországra először, és ugyanabban az évben angol szakos lettem Amsterdamban, és érdekes képen ugyanabban az épületben tanultam angolul, de a harmadik emeleten volt magyar tanfolyam is, és ingyen lehetett részt venni egy holland számára. Nagyon jó, ha ingyen a könyvet, valamilyen német nyelvű tankönyvet hozták Budapestről, erre átszámítva csak 1 eurót fizettem, tehát az is nagyon olcsó volt, tehát ingyen tanulhattam. És már mondtam, jó lenne, hogyha a jövő évben, a következő évben tudjak egy kicsit magyar. És így elkezdtem tanulni, és mondjuk másfél év alatt, akkor már rájöttem, hogy ebből egy hivatalos mellékszakot csinálhatok, és akkor megcsináltam végén a mellékszaki vizsgát is, és a bölcsészkari diplomámon is van írva, hogy magyar mellékszak. De hát egy magyar mellékszak az nem sokat jelent, de akkor átmentem, nem az angolba végeztem, bárhogy angol tanár lettem, de valamilyen meles utat választottam, a Dráma Intézet. Tanulója lettem, tehát színháztudománnyal foglalkoztam, és ott sikerült nekem elérni, hogy magyar drámából csinálhattam a fő témámat, tehát a hivatalos dráma lista, tehát a modern dráma listához csatolhattam a magyar drámákat, és ebből egy nagy vizsgát tehettem, és a diploma munkámat is a magyar dráma irodalomról írtam. És ehhez kellett Magyarországra menni egy ösztöndíjjal. És azelőtt már kétszer voltam nyári egyetemen ösztöndíjasként, és a diplomamunkám miatt is fél évig laktam Budapesten. És akkor már, de még egy tény, fontos tény, amikor másodszor voltam a nyári egyetemen, Debrecenben, akkor találkoztam egy magyar, szlovén lányjal, akivel csak magyarul tudtam beszélni. És ő most még mindig a feleségem. Tehát volt egy tudományos rész, tehát hivatalosan tanultam a nyelvet, és mondjuk a hétköznyelvet, a köznyelvet is, a hétköznapi nyelvet is tanultam. Mert a feleségemtől például azt tanultam, hogy fuss kenyérért, és megy boltba, és hol van a porszívó. Ez a legfontosabb. Miért van nektek házatok Magyarországon? Ki mondta neked, hogy Magyarországra kell menni? Kell menni és muthál? Nincs. Senki? Nima? Az is véletlen volt? Az is véletlen? Tehát az szoktuk. Igen. Internet. A könyv, az én könyvem, amit írtam, Beszélj magyarul a címe, ez egy kezdőkönyv, de két évig tudok tanítani belőle. Annyira nehéz a magyar nyelv. Tehát amikor először jöttek, akkor kezdek a betűkkel. Mert azt mondom nekik, a magyar helyes írás, nem a magyar írás, az egy ilyen fonetikai írás, tehát először meg kell tanulni a betűknek a kiejtés, és utána már mindenki ki tudja, remélem, ejteni győr, meg eger, vagy mezőkövest. Érdekes képen például vannak tanítványom, akik,
akik járnak mezőkövesre. És amíg először megkérdeztem, na, akkor hol szoktatok, hova szoktatok járni? Azt mondom, hogy Zsókfest. Hova? Zsókfest. Tehát 10 percig tartott, hogy rájöttem, hogy nem Zsókfest, hanem mezőkövest. Tehát fontos a magyar betűk tanulása, és utána már olvashatnak, és nem csak a betűk tanulása, hanem a mondat ritmusa, de főleg a mondat dallama, és a legfontosabb a kérdő mondatok dallama, melódiája is fontos, mert többször történt, velem is történt, valamit kérdezek, akár angolul, a magyarok nem válaszolnak. És nem én tapasztalhatom azt, hanem a többiek is. Mert a magyar ember máshogyan ejti ki a kérdő mondatot. Egy magyar ember nem érti, hogy ez kérdés, ha valamit kérdezek. Tehát pontosan kell tudni, hogyan kell kérdezni, másképp nem jön a felelet. És azt hiszik, hogy buták a magyarok. De nem buták, csak azt hiszik, hogy valamit mondasz, hogy szép idő van. Nem, azt akarod tudni, szép idő van. Szép idő van. Na, tehát ez egy fontos kezdet, és utána már lassan a nyelvtan következik. Általában a hagyományos magyar tankönyvekben nagyon gyenge a szórend, a szórenddel való magyarázatok. Nagyon sok morfológiai dolgokat mutatnak, csak az nem nehéz, az csak meg kell tanulni, hogy van benn, vagy on, en, ön. Az nem nehéz, a nehéz az, hogy hogyan kell alkotni mondatot. És ezért már a kezdetben is ezzel foglalkozom. Nálam írja, ige kötős igény gyakorló könyv. Felmegy, lemegy, kimegy, ilyesmi. Most is egyre visszaemlékeztünk, ugye a Ferenc akart valamit mondani, és arra emlékeztünk, hogy ezt már tanultunk. Belefut valakibe, találkozik valakivel. Edwin a magyar nyelvvel párhuzamosan frízt és jiddist is tanult. Folyékonyan beszél angolul, németül, és a felesége jóvoltából szlovénül. De akkor sem jön zavarba, ha franciául, spanyolul vagy olaszul kell megszólalnia. Sőt, a latin, a görög és az orosz sem ismeretlen számára. A nagy szerelem azonban mégiscsak a magyar. Ahogy mondja, ebben megtalálta azt, amit szeret, amihez tehetsége van. Edwin épp 20 éve alapította magyar nyelviskoláját szülővárosában, Harlemben. Már az első apró hirdetésre 25 érdeklődő jelentkezett. A csoportjaim többféle emberből áll, vannak akik munka miatt tanulnak magyarul, és ehhez talán kapcsolnám azok, akiket úgy hívom, hogy a komoly turisták. Tehát az, aki már többször járt Magyarországra, nagyon szeretik az országot, és többet akarnak tudni, jobban akarnak beszélni az emberekkel. Az egy mondjuk fontos kategória, és a harmadik azok, akik most házat vettek az elmúlt években. Karin, mit tudtál meg Kézről? Neki háza van Váncdukán. Hol várt Dukán? Igen. Aha. Egy nagy ház és nagyon-nagyon magas kert. Magas kert? Hol volt el? Magas. Magas házad, magas kert. Tenni, hogy hó is. Szóval nem magas a kert, hanem... Széles. Széles, tágas, van. Nagy. Nagy. Magok se óriási. Mi a történelemben, ha akartunk valamit vállalkozni, akkor kellett, németül kellett tanulni, vagy angolul, mert nekünk a külföld mindig fontosabb volt majdnem, mint a belföld, mert nekünk például mi a legnagyobb üzleti partnerünk Németország, Amerika, Anglia, más korábbi évszázadokban, még Indonéziába mentünk, mindig hajóztunk a 17. században. Tehát nagyon külföldre
vagyunk orientáltak, és ehhez tartozik a nyelv, a nyelvek tanulása is. És ezért mindenki elég automatikusan kapják az ötletet, na most Magyarországon lakom, ott vettem házat, most magyarul fogok tanulni. Ez egy természetes dolog egy holland embernek. Tanulok az magyar iskolán, még minden három hónap egy új magyar gyakornok megérkezik a munkahelyen. Szóval azért itt vagyok. És az első gyakornok mindig károkodott magyarul, és kicsit csak beszélt németül. És olyan méges voltam, és kérdeztem a kisfiú, azt lehet tanulni magyarul. És a kisfiú mondta, a soha lehet egy hollandener. Szóval azért itt vagyok. És már mondok kicsit. Azok, akik hozzám járnak, azoknak a magyar nyelv, a magyarság valamit jelent, és nekik egy jó kikapcsolódás, ráadásul valamit tanulnak, tehát használhatják az észüket is, az eszüket, ami fontos, amikor nem szépen van, amikor megöregszenek az emberek, akkor jó, hogy az eszüket is használják nap mint nap, tehát nekik a magyar nyelvvel való foglalkozás, azt jelenti, mint másoknak talán a keresztrejtvény megoldás, de emellett nem, itt a hangulat is jó, és ehhez kell egy maguknak, az embereknek, tehát a tanítványok legtöbbször kedves emberek. Érdekesképpen mindenki, aki magyar, aki szeretne, aki akar magyarul tanulni, az egy szimpatikus ember. Hosszú idő előtt már kezdettem. És azért, mert sokszor Romániába megyünk, most Kolozsváron megyünk, és Kolozsvárra. És oda viszünk szegédszállítmányt. A férjem is akarta tanulni, és azt gondoltam, most én kell menni azért, mert ő jobb lesz, mint én. A további két csoport azok, akiknek magyar rokonaik vannak, vagy voltak, és az a voltak, az arra utal, hogy már a 20-as években jöttek magyar gyerekek Hollandiába, és még mindig vannak itt, meg ott is családok, amelynek akik még emlékeznek, hogy az ő nagymamájuk valamikor jött Magyarországról, vagy a nagymamáikhoz jött egy magyar kisgyerek, és megtartották a kapcsolatokat nagyjából. 56-ban nagyon sok magyar ember kivándorolt, és Hollandiába került körülbelül 5000, és ezeknek a gyerekei, a leszármazottjai, tehát nagy része nem tanultak meg magyarul, meg a magyar apáknak dolgoznia kellett, és azt mondta, és talán el is akarták felejteni a magyarságukat, kicsit nem igazán, és a gyerekek nem tanultak meg magyarul, illetve jó magyarul, és azok fordultak hozzám az elmúlt években. Nédes Ferenc vagyok, és magyar neve van, mert az anyám magyar volt. De én mindig Hollandiában éltem, és nem beszéltem magyarul. És 1990-ben volt az első alkalom, amikor Magyarországra mentem, és egy hónapig tanultam Debrecenben. Akkor megtanultam a magyar nyelv alapját. Aztán semmit sem csináltam a magyarral, de 205-ben az anyám meghalt, és a hagyatékában nagyon sok papír volt magyarul. És azt akartam mindig, és nagyon-nagyon sok levél, és azt akartam mindent megérteni.
Szóval újra kezdettem magyarul tanulni, csak magam egyedül. És kezdettem levelezni is egy magyar unokahúgammal. Az efféle történetek nem ritkák, hiszen már az első, majd a második világháború után is sok magyar gyerek utazhatott Hollandiába. Ez egy igen nagyszabású és évtizedekig tartó segítségnyújtási folyamat volt, melynek keretében közel 50 ezer nehéz körülmények között élő, elárvult, alultáplált magyar gyerek kapott lehetőséget arra, hogy befogadó szüleinél egy ideig kicsit jobb sorban éljen, megerősödjön, talpra álljon. A magyar kollégiumok és a holland egyetemek között például már az 1600-as években gyümölcsöző együttműködés alakult ki, melynek alapja főként a kálvinizmusban rejlett. A magyar református kollégiumok nagy számban küldték diákjaikat például a frízföldi Franeckerbe. E kapcsolat fontosságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy amikor Friesland provincia anyagi gondokkal küzdött, és ezért sok ösztöndíj megszüntetésére kényszerült, azt kimondták, ez frízekre és magyarokra nem vonatkozik. A Franecker akadémiájára érkező ifjak jogot, orvostudományt, teológiát, vagy épp szabad művészeteket is tanulhattak. A város főterén álló Szent Márton templom belső terében nyugszanak a város életében jelentős szerepet játszó világi és egyházi személyiségek. Köztük a Franeckerben elhunyt 5 magyar diák is. Franecker a felületes turista számára csak egy hangulatos, de álmatag kisváros. Pedig a középkorban pezsgett itt a tudományos élet. Mikor híre ment, hogy 1774. május 8-án a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Hold megközelíti egymást az égbolton, Franecker lakói pánikba estek. A legtöbben úgy gondolták, ha a bolygók együttállása bekövetkezik, a Föld letér a pályájáról és a napba zuhan. Akadt a városban egy kézműves, bizonyos Eize Eizinga, aki nem hitt az efféle legendáknak, és erről meg akarta győzni a többieket is. Ezért Eizinga óriási munkába kezdett. Apró fémszegek ezreiből, fábolácsolt kerekekből egy óraművet szerkesztett, és felesége minden ellenkezése ellenére saját hálószobájának mennyezetén megépítette a naprendszer máig működő pontos modelljét. Eizinga majd 5 évig dolgozott mesterművén, mire megalkotta a világ első planetáriumát. Mi egy deltában vagyunk, és körbe vagyunk véve a németekkel, a francia, frankofonokkal, meg az angolokkal. És bárhogy az angol és a német az germánnyel, mégis mi ez egész más, hogy másnak látjuk. Tehát már a középkortól ez egy speciális vidék, ahol, és akkor talán jobban mondva, 16-17. Századtól mi egy Hollandiában mi a saját úton megyünk. Mert kiszabadultuk a spanyol római katolikus királytól, és akkor a saját utat kerestük. Mi hagyomány szerint befogadó készséges voltunk, tehát jöttek hozzánk. Bárhonnan jöttek külföldiek, Portugálból jöttek zsidók, Franciaországból jöttek reformátusok, aztán még Belgiumból jöttek a festők, meg a többi katolikus, aki megmenekült a spanyol sereg elől, aztán még egészen mostanáig jöttek nemzetiségek, az indonéziaiak jöttek, a szurinámok jöttek, mindenki csak jött Hollandiába. Subway.
Nem véletlen tehát, ha Hollandiáról világszerte úgy tartják, hogy hagyományosan liberális, más kultúrákat könnyen befogadó ország. Erre talán a legszemléletesebb adat, hogy mára az ország 16 millió lakosából közel 1 millió muszlim vallású, és minden hatodik itt született gyermek családja Európán kívülről érkezett. Hollandia a szabad elvű jelzőt mégis inkább drogpolitikájával érdemelte ki. A kormány ugyanis Európában elsőként és azóta is egyedüliként még 1976-ban legalizálta a könnyű drogok fogyasztását. És ahogy a drogpolitikában, úgy a prostitúció, a melegházasság vagy az eutanázia szabályozásában is igen engedékenyek az ottani törvények. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Hollandia Európa erkölcsi fertője lenne. Inkább praktikus okai vannak az engedékenységnek. Törvényes keretek közt ellenőrizhetővé, irányíthatóvá alakítani azokat az üzletágakat, amelyekből más országokban csak a bűnözők gazdagodnak. Mert Hollandiában a szabad elvűség csak a felszín, amit a turista lát. Itt igazából mindenre van előírás, mindent átgondoltak. Ettől működik a gépezet. Ebből a szempontból Amsterdam még Hollandián belül is külön kis világ, ahol a lakosság fele bevándorló, és ahová még sok holland sem szívesen látogat el. Az amsterdami városképet két dolog határozza meg, a csatornák és a partjukon álló keskeny, sokszor ide-oda dőlő régi kereskedőházak. Mindegyik épület legfelső szintjén egy gerenda mered az utca fölé, ha ugyanis költözni kell, a meredek lépcsők és a szűk bejáratok helyett a kampókra erősített csiga és kötél segítségével húzzák fel a bútorokat a tágas ablakokhoz. A város másik jellegzetessége a cölöpökre épített házak. Az ingoványos talaj miatt még a legkisebb épületet is több száz földbevert fagerenda tartja, de például a királyi palota több mint 13 000 vörösfenyő oszlopon áll. Ha ez nem lenne, az épületek lassan, de biztosan besüllyednének a mocsaras talajba. A városi dugókhoz szokott szemünknek szintén furcsa a rengeteg kerékpározó, illetve a biciklik állapota. Amsterdam 800 ezer lakosára 1,1 millió bicikli jut, többnyire ócska, rozsdás bringák. No, nem mintha hiányoznának a boltokból a drága kétkerekűek, csupán arról van szó, hogy az itteniek praktikusak. Ha ugyanis ezeket az ócskaságokat ellopják, nem kár értük. Amsterdam egy külön kis világ, és aki csak ezt a várost látja, téves képet kaphat Hollandiáról. Wijs ging er een bakker uit vrijen, maar zelden dieren van niet. 50 gulden zal ik u geven, sa, van drie tralalala. 50 gulden zal ik u geven, als je mij dat schoonmeisje verleidt. Aki elhagyja a nagyvárosok forgatagát, egészen más országot ismerhet meg. Hollandia 10 évszázada folytatja harcát a tengerrel. A vihardagályok ellen először dombokat, majd gátakat építettek, és a szélmalmok segítségével a vizet visszaszivattyúzták a tengerbe. Ezeket a gátakkal elkerített, kiszárított területeket nevezik poldernek. Az egyik legnagyobb efféle vállalkozás az Afsla Öddeik megépítése volt még a 30-as évek elején. A 32 km hosszú gátat, mely Hollandia egykori beltengerét választja el az Északi-tengertől, 1933-ban nyitották meg hivatalosan. Egy emlékművel megjelölve azt a helyet, ahol az utolsó konténer agyaggal lezárták a gátat. De térjünk vissza Edwinre, akiről ismerősei úgy tartják, nem bír nyugton maradni. Ha épp nem tolmácsol, tanít vagy lapot szerkeszt, akkor szervez. Edwin ugyanis a magyar kultúra mindenese. Neki köszönhetik az ottaniak például azt, hogy megismerhették Erdély egyik legismertebb énekesnőjét, a sepsiszentgyörgyi Dancs Anna Máriát. Ha pedig közeleg a karácsony, betlehemes báb előadásra kéri fel a Hollandia más részein élő magyar művészeket. Ezek után mi sem természetesebb, mint hogy a Haydn évben Haydn turnét szervez. Természetesen ezt is magyar előadókkal.
A Magyar Zenész Színház Haydn és Magyar Dalok című előadását például Hollandia 4 településére, többek között a Franekkertől csak kőhajításnyira lévő apró faluba, Houtkerkbe is elvitte. S noha az előadások közönsége többségében holland anyanyelvű, ezek az események arra is kiválóan alkalmasak, hogy a 8-10 ezer Hollandiában élő magyarnak találkozási lehetőséget biztosítsanak. Egyáltalán én 5 évvel ezelőtt elkezdtem szervezni a Magyar Bábszínházat, Horlap Márta magyar, eljött hozzám a tantermembe. És a popsfőző Márta Horváth is fejtjázva így volt érzni, mert leszokálhatom, lenni leszokál, tehát bennünk áll, sajnos mert ott a tábla zitten és spelen, mert was heel leuk. Later ben ik voor de zitterdames een foldertje gaan maken. En het is heel snel gegaan, dat was nagyon felgyorsulok akkor a mai estére jutottunk. Szóval magyar citra, zene és bábszínház. Köszöntöm Pesedics Dénest, ő nem tanult meg magyarul, és ő még egy pár évre hozzám járt tanulni. Köszönöm a videót, Dénonszatállal, ahol már többet oka átkösést, és onder andere de jelentős schuldigde van, dat ik hier zoveel mensen vanavond hier zitten. Want Dénest, die zei tegen mij, je moet gewoon blijven organiseren. Blijven, want vinden jullie het leuk om hier te zijn vanavond? Ja. Két orcáját meg lehet csókolni. Fehér ruha
studeren, vrienden van de Hongaarse school. Ik vind het een buitengewone eer dat wij allen hier vanavond mogen zijn. Lieve dames, bedankt Julia, Edina Chulok, die al ons best exportproduct is naar Nederland. Ik geef dank ook aan Lajos en aan Marta, die ons naar kasteel Esterhazy naar Haarlem of naar Klukjus heeft gesleept. Hartelijk dank, kussen hem zeker. Laten we niet nog een keer beginnen, maar ik ben werkelijk trots om vanavond hier te mogen zijn. In eerste plaats wil ik toch aanprijzen. Hij promoot de cultuur ongelooflijk. Daar heb ik ontzettend veel aan. Hongarije en Nederland. Wij proberen Nederland-Hongarije. En dan moet ik hem ook advies vragen. En dat is geweldig. Heel hartelijk dank daarvoor. En heeft je iets meegebracht en dat gaat hij nu zelf vertellen.